Csajok, csak hogy elmeséljem röviden, mi történt, már 2 hete nem takarítottam a szobámat. Anyámnak már elege lett belőle, és ma bement, és hogy kitakarítsa. És tudjátok, hogy mit talált az ágyam alatt? Diana, mit talált? Diana, ne ijeszgess minket, mit talált? Hát, IQOS cigit talált, el tudjátok képzelni az arcom, mikor odahívott és megkérdezett, Diana, ez micsoda? A fenébe. A fenébe, Diana, az apám megtalálna az enyémet, nekem végem lenne. Ha az én anyám találta volna meg az IQOS-t és a cigit, én már a múlté lennék. Csajok, hát nem értitek? Az nem az én IQOS-om és nem az én cigim. Egyszer igen, amikor a barátommal sétáltam, ő megkért arra, hogy tegyem el a táskámba, és elfelejtettem visszaadni neki. Feltételezem, hogy az ágy alá rejtettem, hogy anyám ne találja meg, de megtalálta őket. Minden esetre, csajok, muszáj rendben tartani a szobátokat, hogy ilyen dolgok ne történjenek meg. Diana, és mi volt az anyukáddal? Semmi, elvileg elhitte nekem, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg így van. Ó, hello, végre megtaláltalak titeket, csajok. Nem találtalak titeket sehol. Látom, kekszet esztek. Na, jól van. Mi történt Diana, utána? Mi történt utána? Ó, Nastya! Szia! Hol voltál? Igazából te nem voltál a tanteremben, ahol kerestünk. Te hol voltál? Képzeljétek el, mi történt. Az igazgató elhívott ma az irodájába. Nem tetszett neki a viselkedésem. Szia, kedves naplom. Nastya, tényleg hivatalos vagy az igazgatóhoz? Mit csináltál? Tudjátok mit, csajok? Nem akarok senkinek semmit elmesélni, csak a naplomban bízok. Nastya, mi barátkozunk és mindig együtt vagyunk, az rendben van, hogy titkolózunk egymással. Na ezért, Nastya. Nastya, milyen napló, az már elavult. Igen, útközben elmesélek egy sztorit. Anyukám, amikor 19 éves volt, szintén vezetett naplót, és azután az anyukája megtalálta, elolvast és kidobta a kukában, és egész életében emlegette. Az én anyukám nem fogja elolvasni a naplómat, az ágy alá rejtettem. Kiváló hely a napló elrejtésére, Diana így rejtette el az IQOS-t, és mi történt, az anyukája megtalálta. Igen, szerencsére nem az övé, amúgy gondban lett volna. Igazából, Nastya, figyelmeztettünk, amúgy senki sem ír már naplót. Hát, ha nem szeretnétek, akkor ne írjatok. Ez egyszerűen az, amit én csinálok, és amúgy Diana, a te smiley-kot szintén naplót vezet, ott lent folyamatosan ír valamit, már többször láttam. Micsoda, Nastya? Smile naplót vezet, és én nem tudok róla? És tudod? Hogy te nem tudsz a naplójáról? Diana, épp érdekel, hogy mit ír benne. Diana, én mindig az ablak mellett ülök, és írom a naplómat, és ő mellém ül a naplójával. Néha hangosan gondolkodik. Ó, kakaót szeretnék, rendben. Benne vagyok a kakaóban. Smile naplót vezet, csajok, tök érdekes. Várj! Azt nem mondd, hogy el akarod lopni és elolvasni. Ez jó ötlet. Az érdekel, van-e Brausznak naplója? Miért álltál meg? Menj be! Visszaadom majd azt az ütést ma az iskola előtt. Brauszki, várj! Mi van, Smiley? Megijedtél? Nem fogom elfelejteni azt az ütést. Kedves naplom, ma megütöttem Ravasztyit és térdre estem. A térdeim nagyon fájnak, de remélem a fájdalom elillan, amikor Diana megcsókol. Smiley, mit írsz? Most jöttem az edzésre, és Ravasztyi vissza akarja adni. Tőle nem írok semmit. Smiley, naplót vezet. Azt hittem, ezt csak a lányok csinálják. Ravasztyi, törődj a saját dolgoddal. Remélem készen állsz, mert még egyszer meg foglak ütni. Próbáld. Mit próbáljak? Na most vigyázz! A próbálj elkapni! Akkor, skacok, milyen problémák vannak a tinikkel? Nekem vannak problémáim! Gigi, milyen probléma? Amikor reggel kérdeztelek, még nem volt probléma. Patrik, halkabban! Nézze, nekem a következő problémám van. Együtt vagyok Patrikkal, és nem tudom, hogy mikor lenne ideje csókolózni. Ez aggaszt igazán. Jó lenne, nekem is olyan gondom lenne, mint neked, igaz, Maruska? Ártyom, csillapodj, mi nem vagyunk egy pár. Rendben, skacok, nyugodjatok le, térjünk vissza a Gigi problémájára. Én tudom a választ. Majd, ha úgy érzed. Nem, Ártyom, amikor úgy fog érezni, majd, ha betölti a 18. évet. Júlia, te miért csokoltál meg engem 16 évesen? Vá, Ártyom, én le vagyok sokkolva, én pszichológusnál vagyunk, nem muszáj mindent elmesélned. Hát mikor csókolózhatok, már 15 éves vagyok. Gigi, ha tetszik neked a fiú, és te is tetszel neki, miért ne csókolóznátok? Ti kamaszok vagytok, csókolózni meg csodálatos. Patrik, tetszel neked? Igen. A te problémád megvan oldva, most már én is elmondhatom? Igen, Maruska, hallgatlak. Az apukám nem engedi, hogy magvakat egyek, emiatt teszek meg mindent. Maruska, ez probléma lenne? Apukád figyel az egészségedre. A magvak tele vannak kalóriával, és rontják a fogakat. És az apukád aggódik.
Ez a probléma, kiakasztasz. Ez nekem nem probléma, nekem van problémám. Elmondanád megint, hogy miről én van szó? Én hallgatlak, pszichológus vagyok, és meghallgatlak mindannyiótokat. Gyigyi, először végzek a saját problémámmal, és utána te kérdezz a tiédről. Maruska, milyen magvakat tiltott el apukát tőled? Azokat a kis feketéket. Az egyáltalán nem gond. Vegyél más magvakat, például tök magot. Elmondhatom most én a problémámat? Igen, Artyom, mondjad, hallgatom. Hát az én szüleim nem értenek meg engem. Miért mondod ezt? Mit nem értenek meg? Az, hogy nem engedik, hogy éjfélig legyen a kimenőm. De tudjátok, mi a vicces? Én nem mehetek ki, mert Artyomnak nincs megengedve, nekem pedig igen. Este hatkor meleg tejecske és alvás. Nézzétek ki, az rendben van, hogy a szülei aggódnak érte, és nem engedik neki, hogy későn járjon ki. Ön ugyanannyira pszichológus, mint az én anyám. Senki sem érti a tinik problémáit. Artyom, ez nem nagy probléma. Felhívom ma este anyukád, és megmondom neki, hogy egyedül vagyok otthon, és megyünk sétálni. Nekem úgy szint van kamasz problémám. Artyom, mi a gond? Álmatlan vagyok. A telefonod miatt van. Nem veszed ki a kezeid közül, állandóan lövöldözőset játszol. Igen, amúgy ugyanez van Patrikkal is. Egész nap játszik, aztán pedig még fél kimenni az utcára is. Tényleg. Igen, igen. Gyere be. Hello, Stella Szergejevna, az igazgató azonnal látni akar. Hey! Focisták, mi történt? Milyen sürgős? Csukd be az ajtót a másik oldalról. A tinik problémáira keresünk megoldást. Majd az igazgató vár. A fiatalabb generáció fontosabbak. Nasztja pompomlány, feldühítette az igazgató. Igen, tényleg feldühítette, és szükséges, hogy ti beszéljetek az igazgatóval. Hát ez rendben van. Egyáltalán nem érdekes. Ne idegeskedj. Csináljátok meg a tesztet, amit a csoportba küldtem. Én meg megyek beszélni Nasztjával, és majd visszajövök. Hol van ez a teszt? Na jól van, add ide, hadd játszak. Meg lett mondva, nincs lövöldözés. Add ide! Add vissza! Add ide, hogy lövöldözzek! Ó, Nasztja, itt vagy, azonnal menj az igazgatóhoz. Fiúk, már voltam ott. Az rendben van, hogy feldühíted az igazgatót? Az igazgató és a pszichológus várnak rád. Egyáltalán nem gond, beszélni fogok a pszichológussal is. Ez a Nasztja olyan laza. Az összes pomponlány olyan laza. Szeretett volna látni? Igen, Nasztja, gyere be, komoly beszélgetésünk van veled. Na, Kostya, ha el akar szökni, nem fogjuk engedni. Igen, beszéljen a pszichológussal, és tanulja meg, hogyan kell viselkedni az iskolában. Kostya, ha elkezdene szökni... A labda mindig készen áll. Rendben, csajok, muszáj megtalálnunk Smile naplóját is ellopni. De Diana, ez nem túl szép, azok az ő privát dolgai. Mjájá, te barátodnak lenne naplója, nem mond nekem, hogy nem akarnád elolvasni. Persze, hogy szeretném elolvasni. Így van, emiatt vagyunk mi ennyire kíváncsiak, hogy megnézzük, mi van pontosan az ő naplójában. Pontosan. Szeretném tudni, hogy Smile mit ír rólam a naplójában. Biztos a hátizsákban tartja. És hol van a hátizsák? A kis szekrényben, pontosan. Ja. Rendben, csajok, okay. Menjünk, el fogjuk lopni a naplóját, és elolvassuk. Halkan! Csajok, halkan! Csajok, nekik edzésük van. Jaj, te vigyázz, ott én meg majd itt. Nem fogom hagyni nekik, hogy kijöjjenek. Istenem, csajok, nincs a hátizsák, nincs a napló, mit csináljunk? Rendben, siessünk, amíg nincs itt senki. Oké, B-terv, menjünk a terembe. Jana, megbolondultál? Diana, nincs más választásunk. Rendben, hogy fogjuk ezt kivitelezni? A terembe nélkül. Ja, nem, Jaja. És mi? Te őrködj itt! Mi gyorsan visszajövünk. Rendi. A hátizsák! Jana, érd el! Próbálom, Diana, nem megy! Csináld már! Nem bírom! Na lássuk, Diana, mi van itt. Hadd nézzük. Elloptátok? Miért itt és nem az öltözőben? Gyerünk, igen, siess! Csajok, ez tényleg szörnyű volt, reszketnek a térdeim. A te térdeid, igazából én loptam el. Oké, ennyi, térjünk a lényegre, találd meg! Jól van. Itt nincs semmi, gyerünk tovább. Keresd! Wow, Diana, nézd! Ne olvasd! Ne olvasd! Csajok, tényleg? Ez fiúnak? Diana, te mit gondoltál, egy-egy szarvúlasz rajta? Hát, igazából pont így képzeltem el. Akkor Diana, olvassuk gyerünk el.
Hello, naplóm, ma átmentem új iskolába. Csajok, ez olyan édes. Amint átment az iskolába, ez azonnal leírja. Igen. Írja. Remélem tetszeni fog itt. Hm, vajon azt gondolta, hogy nem fog neki tetszeni a mi iskolánkban? Wow, második nap. Hello, naplóm, a dolgok így állnak. Az én új iskolámba jár egy híres lány, Dianának hívják. Dian, ez rólad szól, gyerünk, mit ír még? Olvasd! Lehet, hogy meg fogok vele ismerkedni. Minden esetre, naplóm, én teljesen idióta vagyok. Összejöttem Dianával. Nem szeretem őt, de valahogy szép. De én is szép vagyok. Ő narcisz, Diana, olvas tovább! Összejöttem vele a hírességem miatt. Oké, ne húzd fel ti magad. Ti felfogjátok, mi ez? Ez a kapcsolatunk vége. A híresség miatt. Nézd, Diana, leírta. Tudom, hogy persze, idióta, hogy idióta vagyok. Teljesen idióta. Rendben, olvasom nem tovább. Nem hiszem el. Hello, naplóm. Ez nagyon fontos. Beleszerettem Dianába. És meg is vagyok lepődve. Mégis szeret. Ő nagyon pozitív és menő. Csak egy gond van, az ő exe Dima. Miért? Utálom Dimát. P.S. Diana velem lesz. Hát elolvastad a naplót, megnyugodtál? Igen, csajok, lenyugodtam. Diana, ha megtudja, hogy elolvastad a naplóját, véged van. Nem fogja, ha csak ti nem mondjátok el neki. Mi nem fogjuk elmondani. Ennyi, rendben, gyerünk. Muszáj visszavinnünk a hátizsákját. Igen, nem sokára ki fognak jönni, az edzés vége felé van. Menjünk. Smile! Brovacki! Hello, csajok! Hogy ment az edzés? Nagyon jól. Milyen volt az edzés, fiúk? Minden rendben volt? Gyerünk a kantinba. Jaja, milyen buta kérdés. Nem látod, hogy fáradtam? Igen, menjetek a kantinba. Rendeltünk nektek pizzát. Mi majd utolérünk titeket. Menjetek. És ti emberek, van saját naplótok? Mert ha van naplótok, akkor ne vigyétek magatokkal, ne dobáljátok mindenfelé, mert előbb vagy utóbb valaki el fogja olvasni, és az nem lesz túl vagány. Lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel, és nyomjátok csengőre. A csengőre. Sziasztok! Fiúk! Az rendben van, hogy feldühíted az igazgató? Az összes pompom lány olyan laza. Gigi, a te problémád... Gigi, a te problémád megvan oldva. Most az én problémám. Mondjad, Maruska. Apukám nem engedi, hogy magvakat tegyek. Hát, Maruska, ez... Igen, ez szörnyű.